Nos, most egy kicsit tudathasadt állapotban lehetünk, hisz hogyha a címlapra megyünk, akkor üdvözölnek minket a frissen telepített Drupal alapú webhelyen, valamint hogyha a menüből kiválasztjuk a címlapot, akkor pedig egy másik oldalra jutunk el, ahol szintén egy címlap van. Nézzük meg, hogy hogyan lehet a kettőt összehozni. Ehhez az adminisztráció webhely beállítás és webhely információk részre menjünk. Itt tudjuk beállítani a webhelyünk minden információját, állítsuk be a webhely nevét, mondjuk legyen ez a cégünk neve, írjuk be az e-mail címünket, választhatunk jelmondatot, ez a jelmondat, ez a cím után, webhely név után fog megjelenni, valamint választhatunk missziót, a missziót az mindig a fő oldalon jelenik meg, tehát oda lehet elhelyezni. Beállíthatjuk a lábléc üzenetet, ide a lábléc üzenetbe érdemes fölvenni azokat az információkat, amin keresztül mi elérhetőek vagyunk, tehát például a telefonszámot, a címünket és így tovább, valamint az alapértelmezett címlapnál most állítsuk be azt, hogy ne a nód, hanem a címlap jöjjön be. Elmentem a beállításokat, és ettől a pillanattól kezdve, hogyha a címlapra akarok menni, akkor ténylegesen a címlapra fogok kiukadni.